Mivel Szent Mihály közelében nincs se üdülő, se strand, a nyári hőség pedig elviselhetetlen, ezért a fiatalok úgy döntöttek, maguk fogják megoldani a fürdőzés kérdését a faluban. A nem mindennapi medence igazi látványossággá vált nem csak a fürdőzők, hanem a járókelők körében is. Pár éve ezelőtt akkor is ugyanígy volt, csináltunk egy kisebb prikolicába, pótkocsiba csináltunk ilyen húzható medencét, és az idén is úgy terveztünk, hogy ezt ismét megismételjük fiatalabb társasággal, úgyhogy a szomszédságból, itt a két házal arra a szomszédságból elkértük ezt a nagy kamionprikolicát, amihoz vettünk ilyen műanyag nájlont, abba eresztettük bele ezt a nagyobb mennyiségű vizet. Minden nap össze tudtuk jönni 2-3, esetleg 4 orosszára. Hát ez úgy van, hogy a személy fiatalsága eljön, és akkor itt a Vászló Ervin húz bennék a traktorra, menjük át Jankára, Szent Mihály faluba, az utcába, szóval az egész utcába összejárjuk. Hát akkor megállunk, veszünk italt, és akkor úszkálunk, szóval menj már lehet, lehűtsük magunkat. A Szent Mihály Akvapark leggyakrabban a helyi mezőgazdasági szövetkezettelként található. Viszont amikor a fürdőzőknek olyan kedve támad, akár utazni is tudnak vele. Akartam, hogy kicsit feldobjuk a... hogy kicsit menjünk a faluba, ne csak itt egy helybe álljon, nevessenek egy kicsit a népek, gyerekek. Ebben az akvaparkban belépőjegyet nem kell fizetni, és minden látogatót szívesen fogadnak. A Szent Mihály nyári attrakció egész addig elérhető lesz, amíg az utánfutó nem válik szükségessé a mezőgazdasági munkálatokhoz.